Fodor Réka 12 éves volt, amikor először olvasott Albert Schweitzerről. Akkor fogalmazódott meg benne, hogy élete hivatása az lesz, missziós orvosként dolgozik majd Afrikában. 30 évnek kellett eltelnie, mire a gondolat megvalósult. Akkor, amikor Réka már régen nem gondolt arra, valaha is a fekete földrésszel bármilyen kapcsolata lehet. Mivel ugye nem tanítják az egyetemen, hogy hogy kell missziós orvos lenni, először jobb, ha csatlakozol egy másik társasághoz, hogy egyetem, mi is ez. Hát itt megtanultam azt is, hogy hogy kell csinálni, hogy nem, de legalább volt egy kép. És utána Ugandából hazajöttünk, akkor megírtuk a férjemmel az Afrika egy nevű kötetet, azért, hogy ha egy könyvet eladok, akkor az egy maláriás gyereknek a gyógyszere. És ha ezret, akkor ezret. Mert valahogy vissza akartam valahogy térni, de rájöttünk, hogy így 80 év se elég. Rékáék alapítványt hoztak létre, hogy segítséget adhassanak a kint élőknek, majd az ismert professzor Csókai János hívására visszatértek egy nigériai katolikus kórházba. Egy katolikus érsekatya, aki a tulajdonosa a kórháznak végül is, ő a fenntartó. Olyan hit van, olyan szeretet, olyan fantasztikus dolog, hogy a két nép, vagy két egyház, vagy akárhogy is nevezzük, hiszen az ő városuk 8 milliós, tehát végül is az ő egyház megyeük, meg a mi országunk az nagyjából ugyanaz. Egy testvéri kapcsolat jött létre. Jelenleg ő már 10 idegsebészeti missziót végzett, én meg 10 belgyógyászati, tehát azért már az 20 orvos misszió, azért az nem kevés, és ez alatt az időszak alatt rengeteg közös tapasztalat van, tehát mi nem csak adunk, hanem mi kapunk is hitet, szeretetet, elképesztő mennyiségű kapcsolódás van. Két említésre méltó példa, már 4 diáklány van itt, aki a Pécs, illetve Szegedi Egyetemen tanul nővérképzőbe, tehát a Tudományegyetemen, és van 3 katolikus pap, aki orvos, gyógyszerész, meg pszichológus lesz. Ez mind azért fontos, hogy vissza is tudjuk vinni a tudást. Tehát az, hogyha mi csak adunk, és most ne halljon éhen, kap egy ételt, és akkor mi lesz jövő héten, ez is persze fontos, aki épp akkor éhezik, de az igazi megoldás a tudás. És hogyha mi azt a tudást kinti ösztöndíjban, illetve pár olyan magasabb szintű ösztöndíjban, amit itt adunk, megkapnak, akkor talán itt tudunk a legtöbbet segíteni. Arra a kérdésre érte el kultúrsok, odakint egyszer azt válaszolta, kint nem. Most ér, hogy hazajöttem. Ami mindenki lefele néz, mindenki panaszkodik, ez se jó, negatívra fókuszálunk, és ezt könnyű ugye egy ilyen tréningen begyakorolni jó sok forintért, aztán elfelejteni 3 nappal később, de amikor te ezt látod, hogy ők nem buknak le, mert amikor éhezik is mosolyog, meg amikor akár vértanul lesz is mosolyog, akkor rájössz, hogy ez nem egy ilyen amerikai máz, hanem ez egy valódi boldogság, és elkezdtük keresni, hogy mi van mögötte. És valószínűleg a hit van mögötte, de egy olyan mérhetetlenül boldogságot, ami utána meg a nigériai környezetbe ért, az még az ugandainál is több, mert ott még hozzájött a Jézus szeretete is, és annak a hite, hogy van megváltás mennyország, hiszen ők azért, gondolj bele, van, hogy 2 napig nem esznek, van, hogy, hogy mártírok lesznek, hogy muszlim terroristák leölik őket a templomba. Minek örülnek? És ezen én is elgondolkodtam. Tehát a változás bennem talán az, hogy én is így mosolygósabb lettem. Nem lett jobb az életem, bár dehogy nem, mert hogy én úgy döntöttem, ugye, hogy jobb lesz. De hogyha te tényleg azzal kezded, hogy hálás vagy 10 dologra a napot, azt én tőlük tanultam. Jártam személyiségfejlesztő tréningekre sok pénzért, és ott is elmondták, de valahogy nem lett a gyakorlatba. És amikor azt látod, hogy ő nem járt személyiségfejlesztő tréningre, ő így van, akkor az egyébként ragadós. Az én mindig csak azt a 2 szempát látom, ami szembenéz. Tehát, hogyha én elkezdek gondolkodni, én megőrülök. Tehát, amikor megetetek 500 embert, és tudom, hogy kint van 1000, akit nem engednek be abba az arénába, mert biztonságpolitikai katasztrófa, hiszen tudjuk, hogy csak 500 emberre van kaja. Akkor, hogyha én arra másik 1000-re nézek, volt már ilyen, összeomlasz. Mert tudod, hogy akkor rátad azt a spirituálisan azt a 200 milliót, meg a ki tudja hány milliárdot, és akkor azt mondom, hogy semmi értelme. Tehát az én munkámnak egyébként semmi értelme. De ha úgy nézed, hogyha mindenki azt csinál, amit én, most nem kell afrikai missziósban lenni, hanem hogyha mindenki a hivatását éli, és mindenki, amit adott a Jóisten megosztja,
akkor szerintem ez lenne a megoldás. De én nekem nincs más feladatom, mint példát mutatni. Ha mindenki a hivatását éli, amit a Jóisten adott neki, abban biztos van valamilyen szinten megosztása a másiknak, akár a tudásának, akár a szeretetének, akár hogy egy jó anya legyen és fölneveljen ő gyereket, az egy hivatás. És ha azt ő boldogan teszi, akkor meg lenne változtatni szerintem a világot.